Sziasztok, itt vagyunk a Walt Disney kihívás következő részébe, és azért nem halljátok most a hangot, mert ja igen, közben kuka megszületett, majd át kell írjam a hercegnő lett. Szóval azért nem halljátok a hangot, mert kihúzódott a valószínűleg a füle, a füles, és hát én most vettem észre, és nem akarom újraindítani az egész rendszert, úgyhogy most ne haragudjatok, de ez így fog hang nélkül menni. Az előző videót sajnos ki kellett törölje, mert annyira rossz volt a felvétel, annyira akadozott, hogy ezért nem láttátok, ahogy kuka megszületett, illetve a hóférke haját kellett egy kicsit átalakítsam, illetve megitattam vele egy ilyen fogyó italt, tehát ezért ilyen vékony, nem futtattam, tehát nem, ami nem futott, mert nem sportolt. Simán megitta, és ettől lett ilyen szép, karcsú, vékony. Na, de hol is tartottunk? Igen, a gyerekek azok most elkezdtek tanulni. Figyelj, egy csomó szék van, ne is, tehát tudod, nyugodtan ülj a földre, és ott nézzél tévét egyébként, semmi probléma. Remélem, hogy most minden tökéletesen fog működni. Szegény már hulla fáradt. De tudom, inkább tusoljál le először, mert aztán meg problémák lesznek. Nagyon büdös hangpipőke. Nem sok rész van már ebből szerintem, mert ugye már most hangpipőke is tinédzsert, ugyanis fiatal felnőttként fogjuk folytatni az életét. Na, miért nem tudod? Hogy gondolkozik? Jaj, neked is ürítés, meg szórakozás, ezekkel mindig meg vagyunk áldva. Természetesen ilyenkor kell itt lenni apukának is. Nagyszerű. Ja, igen, lehet, nem tudom, ezt a szobát is láttátok, ezt megcsináltam. Átalakítottam egy picit, nem átfestettem, mert nagyon sok editaltalom eltűnt. Oké, most akkor alszik. Vaj, de szépen ég ez a tojás itten. Jó, te mit csinálsz egyébként? Milyen felelősség tudod? Ja igen, mert megcsinálta a háziát, gondolom azért. Jó, ott fürödnek, szerintem. Nincs elkezdve a házi, úgyhogy már meg kell csinálni a házit. 13 óra múlva kell mennünk, jól van. Te pedig nem tudom, miért mindig a karrierre megyek. Jó, akkor keljél föl, és csinálj egy tortát. Jó. Te már megcsináltad a házit. Akkor mi lenne, ha ezt letennéd a földre, mondjuk, tedd le. Jó. Oké, és letette. Jó, majd megcsinálod. Oké, és te tegyél rá szünnapi gyertyákat. Szuper, hát eladjuk. Nem kell adni. Minden, nem szeretem, ha tele van az inventoriuk. Jó, Vidornak volt. Igen, akkor gyere. Vidor, felnősz. Felnőtt leszel, és azt gondoltam, hogy ha felnöveztem őket, akkor szépen ki fogom őket költöztetni. Átköltöztetem az apjukhoz, hogy hát ha jobban bírja a rendszerem is. Tudom, hogy tehát valamelyik rész volt egy előző kihívásos videóm erről. Hát, ja, neki most valami rossz tulajdonságot kell választani. Hát legyen kleptomániás, legyen kleptomániás. Ez teljesen jó. Ó, Sebastian küldött nekünk ajándékot. Nagyon jó. Hopp, igen. És akkor te adjál hozzá szünapi gyertyákat, és akkor tudod, gyere. Te is kiváló lettél, úgyhogy őt is felnevezhetjük. Szóval az előző videóban, fúj, de előző videóban vagy kihívásba, ott ugye a gyerekek végig együtt voltak a kicsik, nagy zsingi és zsongás volt, úgyhogy most úgy gondoltam, hogy ezen most változtattuk, hogy ne legyenek egyforma. Úgyhogy ez, opa, nagyon túlság, annyira fénylik, ha láttátok, hogy nagyon rettentően, tehát máskor egyáltalán nem világít, most meg annyira fénylik, úgyhogy elveszem ezeket a pár, most meg lehet jó sötét lett. Meg is. Na mindegy, hogyha, várjunk, csak nem is, várjunk, 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 itt innen. Egy, és akkor legyen, azt hiszem kettő volt, legyen kettő. Oké, és maradjon a kettő. Oké.
Hú, már éhesek. Elhiszem. De most fújd el a gyertyát. De, ja, nem is te neked kell, hanem majd neked még nem vagy jó tanuló. Majd csak leszel. Oké. Na, most te jössz. Bocsássátok meg, de nem tudom már a nevüket szólni. Őket konkrétan keverem. Hát egyetemre nem fogom őket küldeni, az biztos. Jó, neked már van egy tulajdonságod, egy dilis, akkor mi legyen neked? Legyél rendszerető. Az jó. Egyébként teljesen mindegy, akár random is adhatnánk. Csak félek, hogy kiviszi a többit is. Jó, és akkor most úgy döntöttem, hogy akkor, mivel nem hallom, hogy hogy fog sírni, ezért inkább fölnöveztem kukát. Amúgy, tehát akartam mondani, nem lány, tehát nem azért hercegnő, csak a neve maradt, ugye, amúgy ez fiú, tehát konkrétan. Na, legyen elbűvölő. Most kicsit könnyítünk magunkon, de amúgy is tényleg elbűvölő, nagyon aranyos. Nagyon cuki. Jó. És akkor most kilépek, és elköltöztetem a két fiút innen. Jaj, kinek költöztessem? Mondjuk hál' Istennek szól, hogyha ki akarom. Oké, akkor Tudort. És Vidort. És ide az apátokhoz. Ja, őnek is még nem lehet. Oké, és... Jó, sikerült. De miért vagy te itten sapkába? Tehát úgy nem értem. Konkrétan. Jó idő van. Öltözz át. Ez a kinti ruhája, a sapkás. Van tető, szerintem a termosztát is megy. Ó, de szép. Olyan szép az a szín. Igen, ott van a termosztát is meleg. Bűzoleg. Kuka hercegnő, majd megváltoztatom a nevét, mert tényleg eléggé furán jön ki, elég érdekes. Egyel. Amúgy ezt inkább eladom, mert nem fér ide, és ide inkább lerakok egy ágyat. Vagy még esetleg ide is tehetném. Ó, végül is, ja, egy tipegőt. Mondjuk legyen egy ilyen fiús változata. Aha. Nem fér oda. Ja, igen, mert ott van valami. Igen, tele vannak ezekkel. Ezeket akkor szépen ezt is eladjuk, meg ezeket. Opa, jó, simán el tudom tüntetni amúgy dolgokat. A fél házat el tudom tüntetni, akarom. Jó, akkor most már oda befér, ez nem kell. Helyette inkább mindjárt keresünk neki egy másikat. Tudjátok, amit ide konkrétan tenni kell, az nem más, mint a lámpa, a megtaláló. Vissza-vissza, itt van. Jó, és akkor legyen ez ilyen kék. Jó. Nagyszerű. Ja, hoppá. Ez akkor csak... Ez így lett tervezve, ez így jó. Jó, és akkor... Akkor teszek ide egy pár dolgot, hogy legyen a gyerekeknek, vagy a gyereknek, vagy hát majd gyerekeknek is. Mert még ugye még két gyereknek majd lenni kell. Jó. Morgó mit csinál? Morgó is eszik. Hogy magyaráz, Kuka? Beszélgessetek egy kicsit. A social menjen föl. Kapcsolatotok. Jó, ezeket elteszem, ezek már nem csekellenek. Itt hagyták az előzőek. Úgyhogy ezeket el is adom. Hú, nagyon furcsa, hogy nincs hangja egyébként. Nekem is így jöttek el, de már nem akarok kilépni. És valószínűleg még vagy két videót meg fogok csinálni, mert most van rá időm. És ez mindegyik a hófehérkel lesz, mert nem akarok kilépni magából a játékból, tehát magából a hófehérkéből sem. Úgyhogy most nézzétek el ezt a pár részt, hogy ez így fog lezajlani. Bár lehet, hogy valakinek ez jobban is tetszik, mint hogyha megy a hang.
Én kicsit talán jobban szeretem, amikor van hang. Mit kell csinálni? Programozni kéne. Hát, de nagyon fáradt vagy. Ó, meg tusolni is kellene. Aj. Várjunk csak, mi lenne, ha kezet mosnál, meg mondjuk fogat mosnál, és akkor utána lefeküdhetsz aludni. Már nem tudom, melyik a te ágyad. Lehet, hogy ilyenkor, mikor elköltöznek, eltűnnek ezek a ágyas dolgok, hogy ki kié. Nem láttam volna, hogy mutatta volna ezt se. Aha. Mindegy, akkor feküdj le valahova. Mindig. De ez rendes kaj, akkor váltok, ezt lehet inkább be kéne majd tenni a hűtőbe. Igen. Na most miért nem tudom? Na azért. Néha olyan furcsákat csinálnak, nem tudom. Vagy lehet, hogy csak nekem. Hát, lecuki, hogy megy. De tök jó áll neki ez a frizura. Húha, mitől lettél ennyire dühös? Cukor most. Ami egyszer fölment, le is kell jönnie. Fölment a cukor szintje, vagy mi? Egy gyereknek? Hát nem már. Meg a Simsből ne legyen már ilyen. Vigyázni kell a cukor. Lehet az, hogy édességgel etetjük. Lehet, hogy rendes kajával kéne etetni. Jó, gyere, aludjál, mert által majd leviszi a düh. Ügyes vagy, örülök neki, hogy itt ezt csinálod. Lehet majd feltakarítani. Na, föl is kelt. Egyébként nem sokat aludt, elmondanám, szerintem fél órát kb. Majd rakok neki kaját, hogy egyem. Hát, mi csak végig is felnőtt lesz, jól van. Amúgy annyi tervem volt egyébként Hófehérkével, hogy majd zenél, meg majd. De hát aztán eszembe jutott, hogy ennyi gyerekkel, meg majd kertészkedik, meg ú, milyen jó lesz, mennyi mindent meg fog csinálni. Öt, még kettő kell. Hú, de jó lenne még egy ikrek. És akkor soha többet nem kellene Hófehérkének szülnie. Egyébként neki lehet, hogy még a család, vagy a vérvonalat kellett volna jó beállítania, és akkor az tök jó, meg a szülői felelősség, talán még ezek lettek volna a legjobbak. Hát mindegy, már veszett fejsze. Már megint olyanokat kaptunk, de tényleg. Ezt ki is küldte. Szerintem lehet, hogy még vagy ő gyűjtötte, és ő küldte, de nem hiszem, hanem szerintem Hampipőke. Szerintem ő gyűjtötte. És akkor ő küldte el, és akkor így, hogy elemeket gyűjtsön, csak aztán közben nem is foglalkoztunk vele, meg... Hát mindegy, majd lesz valami. Milyen jól néz ki, apuka. Le is fottyózzuk. Jó van, apuka eljöhetne egy kicsit. Hogy látszik a lehelletük? Óha, mennyi. Ó, még csak ősz van. Azt hittem már, hogy itt a tél azért van ilyen hideg. Ó, milyen jó. Ja, igen, a ruciát is ugye megváltoztattam, mert... Oké, és hát ugye ezt már láttuk, csak a végeredményre leszünk kíváncsiak. Na, lássuk a medvét, mi lesz itt. Nagyon izgulunk. Be van állítva az ikrekre, úgyhogy ennek már csak jónak kell lennie. Remélem, bár lehet, hogy lehet még egyet kellene, hogy... Ah, igen, sikerült! Jaj, de jó! Szuper! Még egy síró száj. Jó, de... Hát igen. Aki bevállalja, az tudja, hogy ez van. A hét gyerek az csak hét gyerek. Ez is az idiótáknál mondtam, hogy nem fog bevállalni ilyen 10 gyereket, meg én nem. Dehogy is, nem. Sőt, örülök, ha a 10 generációt végigviszem. Nem, hogy még ennyit mindent. Tehát csak két gyerek. Egy gyereket nem lehet, nem tudom miért, csak két gyereket lehet, úgyhogy két-három, maximum három lesz, de több nem. De
Majd igyekszem kivágni az nagyon akadozós részeket, de nyilván nem mindet tudom majd gondolom kivágni, de amiket tudok, azt tényleg kivágom, hogy nektek ne legyen ilyen akadozó, mert nekem most megint elkezdett akadozni, már állítottam a beállításokon, valami akadozik. Na, püföld meg, adjál neki, vezess le a mérged. Nem, meggondolta. Inkább éhes. Igen, tudom, mielőtt elviszik, gondoskodnunk kell róla, de hát majd csak eszik. Amúgy nagyon sok baj van a gyerekekkel, mert amikor ilyen szinten eljutnak, hogy fáradtak, akkor na jó, most ő elkezdett tenni, de hogy elszik, és akkor félbehagyja, és elalszik. Muszáj bocsi fotót csinálni, mert nagyon cuki, kis komba fejével. Jó, de most ő eszik. Szuper. Mit akartam? 7 napja van. Hát, de nem olyan sok. 7 nap Sims világba az nem sok. Jó, te meg egyél. Ja, igen, most már folyamatosan fognak gondolom jönni majd a fiúk ide. Megállás nélkül. Jó, és ő bealszik. Hát, jó van. Készpénz a WC-be. Valaki pénzt hagyott a WC mosdóján. Ja, és akkor most odaadja az igazgatónak, vagy tartsa meg. Hát szerintem adja át. Egyértelmű, mert hogyha megtartja, jó, hát van pénze, de hát inkább adja oda. Aha, nyilván. Jó polgári viselkedést megdicsérték. Hát ezt, azért ezt bíztam, hogy ez, azért ez jó lesz. Hát, megint tele vannak itt maradékokkal, de legalább már kuka alszik. És lehet, hogy te is addig aludjál, amíg ő alszik. Kicsit akkor felpörög az idő is. Gyorsabban alszatok. Hát, ha jobban kipihenni magát, én azt meg inkább én majd elteszem. Hát, meg ezt szerintem álmosok. Hoppá! Jó, hát akkor inkább lecserélem 62, nem olyan vészes. Hú, látszik, hogy nem egy nagy valami. Ezért romlik sokat el egyébként. Na, és fölkelt. Na, megnézem már, mi újság van vele, is fölkelt. Na, próbáljuk neki olvasni, hát, ha visszaalszik. Bízom benne azért. Na, és közben azért elmondom nektek, hogy tényleg ne haragudjatok, de most van időm arra, hogy fölvegyek részeket, úgyhogy azt gondoltam, hogy ugye pár hófehérkést, vagy Walt Disney-set fölveszek most. Most van rá idő, és akkor ezek tényleg hang nélkül fognak kimenni, úgyhogy bocsi. De nem akarok kilépni, meg ez elég bonyolult ez. Aki, de tudjátok, hogy aki csinálja, azt tudja, hogy főleg az enyém fülhallgató megmozdul, és akkor már kihúzódik, de attól félek, hogy a kép is elmegy. Most még úgy láttam, hogy megy a felvétel rendesen, úgyhogy ez most így fog maradni. Akkor mindenki hazajött, és mindenki fáradt. Ki festette ezt? Nem írja? Nem, szóval csak ki kellett dobni. Lehet, hogy egy vendég festette. De nem is volt vendégünk. Mindegy, kidobjuk. Sajnos pénzt nem ér, meg ő már befejez, nem tudja, akkor biztos nem ő festette, vagy valamelyik gyerek kezdte el szerintem. Jó, aztán kicsit vele is foglalkozni kéne. Kukával. Oké, te meg. Inkább csináld meg a leckédet, szerintem ennyi. Majd, te meg. Nem tudod, mert nagyon feszültek vagytok. Na jó, akkor így hagyom titeket. Egy kicsit hagy. Fejlődjetek. Hát elég össze-vissza vannak. Egyébként elvettem onnan pár dolgot, meg innen is, hogy hát, hogyha egy kicsit nem fog ennyire akadozni, aztán már meglátjuk. Kirakom neki a kaját, mert nagyon éhes, szóval már most ki fogom vágni ezeket a részeket, nagy részét, de higgyétek el, hogy állandóan nem győzöm, hogy vagy eszik, vagy alszik, vagy fürdetni, de már mindent kell, most már szórakozása. És ez jutott eszembe, hogy szerintem fel fogom növeszteni. Mert egyszerűen képtelen vagyok. Semmi mással nem tud hófehérke foglalkozni, csak a gyerekkel, de a gyerek meg nem foglalkozik magával, és most is látjátok, hogy így bealszik. Úgyhogy szerintem az lesz a legjobb, ha csinálunk neki egy tortát.
Most leülenni persze, mert amikor rá megfenyegettem, hogy felnöveztem, de tényleg, tehát fogok is, tehát fel kell növeszteni, mert szerintem nem fog aludni. Itt fog, mondjuk itt is aludhat. Ah, nagyon cuki, ahogy alszik. Muszáj egy fotó, csak pont belemozdul, de nem baj. Mit csinálsz? Te is feküdjél le. És akkor megint lefeküdt aludni. És akkor látjátok, hogy éhes, energia, és akkor szórakozás, és nem akarom, hogy elvigyék, úgyhogy azt gondolom, hogy akkor tényleg felnöveztem. Oké, és eljött a pillanat. Azt ki fogom vágni, hogy nyilván titeket már nem érdekel el a tortasütés. És akkor nőjön fel ez a tök mag. És akkor majd átváltoztatom a nevét is. Egyébként a születésekor átváltoztathattam volna, csak elfelejtettem. Jó. Hát ugye ő elbűvölő volt. Hát még valami jót adjunk szerintem neki. Adjunk egy trehányt. Aztán ezzel le is van tudva. Amúgy is egy trehány egyébként. Mi legyen? Legyen kreatív. Na, milyen helyes. Na, a Sebastian megint küldött kukának egy játékot, biztos egy játékot, egyébként már azokat szoktát küldeni. Mindjárt meg is nézzük. Jó, de mérgesen megy. Ó, de mérges. Az igen. Nagyon mérges. Jól van. Hát... ennyi. Jó, ti meg szerintem te átlagos. Te meg amúgy is átlagosan vagy. Akkor utána, ha felkeltél, akkor jöhetsz ide játszani egy játékot. És fel kell. Nagyon jó. Hát persze. Jó, akkor vezess le a gépezzél. Aztán majd úgy is alszol. Ó, már nagyon fáj a dereka. Már nem sok idő van. Azt eltesszük, mert még az azért ez jó lesz. Ó, igen, most mindenki hívja. Ezt kivette. Akkor mi volt ott? És hol van? Hát úgy látom, ez örökrejtély. Jaj, nem most jön. Tehát akkor miért volt már fönt? Na jó van. Szerintem neked ebből elég volt, és opa, falakat fent hagytam. Akkor szerintem jobb, ha lefekszel aludni. Jó, ó, vissza, 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 vissza. Egy alvás. És kijelölöm, hogy kinek mi lesz az ágya, és akkor reméljük, hogy akkor oda fekszenek le. Na, oda menjél. Tudom, hogy hol. Most mutattam meg az ágyadat. Jaj, de jó a pizsomája, tök jó. Ó, és hazajöttek. De jó. Nézzük, milyen egyeket értek el. Addig leállítom. Megnézem, hogy milyen. És aztán ezzel vége is lesz, nem akarom hosszúra ereszteni ezt a részt. Ó, kiváló lett, de jó. De várjátok már. 4-es középiskolás. Teljesítmény kiváló. Kiváló. Hát végül is kiváló lett. De ott kiváló, itt meg 4-es, szóval ezt nem értem. Na mindegy. Belehet a teljesítménye. Mindegy, én már így csináltam, így fogom csinálni, úgyhogy köszönöm szépen ezt a részt, megnéztétek, találkozunk a következő résznél, sziasztok!